Üdvözlöm! A testedzés sorozat első epizódjában, Mi valójában a sport, beszéltem arról, hogy Hippokrátész rendkívül fontosnak tartotta az étrend és a testedzés harmonikus egyensúlyának megteremtését. Logikus, hiszen az étrend biztosítja a test számára az összes szükséges tápanyagot. Tudnia kell, hogy a test idő előtti előregedésének és a test túl gyors elhasználódásának egyik legfontosabb oka a tápanyaghiány. A tápanyaghiány talán legfontosabb eleme a vitamin és ásványi hiány. Bővebben is írtam erről a Cenzurázott Egészség című könyvemben. A könyvből néhány fontos információt Filmre is vettem. Élelmiszereink vitamintartalma címmel. A vitamin és ásványanyag hiány az egyik legfőbb oka annak, hogy a sportolók teste elhasználódik, és a hajdan délceg emberek idővel megrodjanak. De nem kell sportolónak lennünk ahhoz, hogy minket is sújtson a vitamin és ásványanyag hiány miatti idő előtti előregedés és a test túl gyors elhasználódása. A cenzorázott egészségben is írtam arról, hogy az emberi test a természet adta képességei révén alkalmas lenne arra, hogy 120 140 éven át hibátlanul kiszolgáljon minket. Írtam arról is, hogy mit kellene tennünk ahhoz, hogy megfékezzük az idő előtti előregedés és a test túl gyors elhasználódásának kedvezőtlen folyamatát. Javaslom, hogy olvassa el. Az idő előtti öregedés és a test túl gyors elhasználódása tehát Jelentős mértékben a vitamin- és ásványanyag hiánynak tudható be. A könyvben is leírtam, de kisfilmek formájában is közzétettem, hogy milyen vitaminokra és milyen mennyiségben lenne szükségünk ahhoz, hogy megfékezzük ezt a kedvezőtlen folyamatot. A címük: Melyik a legfontosabb vitamin, és milyen a jó multivitamin. Érdemes megtekintenie őket. Búcsúzóul egy idézet Szent Györgyi Alberttől, a Nobel-díjas magyar orvostól. A vitamin olyan anyag, amely akkor okoz betegséget, ha nem esszük meg. De még ha szerencsések vagyunk, és még ha nem is okoz betegséget, akkor is, fontos része az étrendnek, fontos része a testedzés és az étrend harmonikus egyensúlyának megteremtésének, és fontos ahhoz is, hogy megfékezzük vagy lelassítsuk a test idő előtti előregedésének és túl gyors elhasználódásának folyamatát.